Ismét egyeztet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, valamint Észak- és Dél-Korea azok után, hogy a NOB és a két ország sportvezetői tavaly sikerrel tették ezt. A NOB elnöke Thomas Bach bizakodva várja az újabb tárgyalásokat. Pár napon belül találkozunk a két ország kormányával és olimpiai bizottságaival. Áttekintjük, hogy a NOB hogyan tud hozzájárulni a koreai félsziget és a világ béke folyamataihoz, jelentette be Bach. Dél- és Észak-Korea sportolói tavaly közös zászló alatt együtt vonultak fel a pjongcsángi téli olimpia megnyitóján, női jégkorongban pedig közös koreai csapat vett részt a játékokon. Amit akkor éreztem, az öröm és a megkönnyebbülés keveréke volt, mivel az egyesség a közös felvonulásról mindössze 4 órával a megnyitó ünnepség előtt született, megmondta Bach. A NOB elnöke csaknem 1 évvel a téli olimpia megnyitója után elevenítette fel az akkori emlékeket. Azóta a két Korea már más világversenyen is indított közös csapatot, legutóbb például a nemrégiben véget ért német-dán közös rendezésű férfi kézilabda világbajnokságon.